És ahogyan ígértük, itt vagyunk a Renault Scenickel, én Katona Mátyás vagyok, a kamera túloldalán pedig Hamvas Tomi. És a Scenickről ugye azt kell tudni, hogy ez a negyedik generáció, 96-ban érkezett a Scenick első generációja, 97-ben rögtön évautója lett, gyakorlatilag ez az európai kompakt egyterű műfaj megteremtője, és ennek a kivételével eddig mindig független hátsó üléses volt, remekül belefért akár három gyerekülés is. A negyedik generáció viszont egy kicsit szakított a klasszikus egyterűs műfajjal, ez már inkább crossover, és szerintem sokkal jobban tették volna, hogyha nem Scenic néven jelent volna meg, hanem akárki más, akármi másként, mert így hajlamosak vagyunk elvárni azt, amit korábban egy Scenic tudott, ez viszont már más tud. Ugye 2 éve jelent meg a negyedik generáció, akkor volt 20 éves a Scenic, és 20 calos alufelnéket kapott. Alapáras rajta a 20 calos alufelni, nem túl széles, 195-ös abrocsa. Bocsánat, alapáron lemezfelni jár hozzá. De 20 calos. De 20 calos, bizony. De 20 calos. 20 calos lemezfelni. 20 calos, és 35 ezer forinttól lehet rá kapni egy darab Conti gumiabroncsot. A Conti 38 ezernél kezdődik. Bocs, igen, akkor volt 35, amikor így, megjelent, most már 38. Van a Michelinnek is. 50 ezerért? Így van, nem olcsó, nem gumiznám, de utazni viszont továbbra is nagyon-nagyon jó vele, és most az az különlegessége, hogy ebben az új 1.33-as motor van benne, ami ugye a Mercedes A-osztályba is bekerült most már, csak is ezzel a TCE motorral kapható benzinesként, vannak ugye a dízelek is, és ez a motor 115, 140 és 160 lóerős teljesítmény szinttel kapható. Ez itt a középső teljesítmény. Jön pár érdeklődő. Annak érdeklődők, szevasztok, itt figyeltem, hogy mire nézel. Igen. Szevasztok. 140 lóerős ez a változat, ebben 240 Nm nyomaték van, már elég alacsonyról 1600-as fordulatról, és egyébként ez a leginkább meghatározó a korábbi 1.2-eshez képest, hogy meglepően nyomatékos lett ez a motor, továbbá takarékosabb is. A vegyes fogyasztási értéken városi és autópályás használattal tegnap estéig 6,5 liter volt, hello! Most már 6,7 literen áll a fogyasztásmérés, ugyanis itt a város azért betesz neki. Városban egy ilyen 7-7,5-lel kell számolni, viszont én ugye múlt héten csütörtökön vettem át ezt az autót, mentem vele mondjuk 80 km-t a városban, és 7,5 volt az átlagom, utána lementem egészen Balatonvilágosig, autópálya 130, ahol 6 liter körül fogyaszt, tehát a teljes átlagom lement 6,5-re, és egészen jól megy, és nagyon csendes közben. Hadd legyen egy kérdésem, ezek a LED lámpák? Nem, ezek a halogének, Ferrariért, illetve jobb felszereltségnél van a kanyarkövető LED fényszóró, ami nagyon-nagyon jó, korábban olyannal volt az 1.2-es tesztautó is, meg talán az 1.5-ös dízel is. Ez most a sima halogén, ez se rossz. Ez a kocsi egyébként egy második felszereltségszint, a Zen verzió, 1-2 extrával. Én azt néztem, hogy ugye 6.549.000 forint ez a TCE 140 Zen felszereltséggel, plusz ebben mondjuk még benne van az első hátsó parkolóradar, nagyon okos csomagokkal válogatható az extra kínálat, tehát tök jól felszerelhető. Utogassuk körbe, eddig sétálgatunk egy picit. Emészhető árakon is. Ugye hátul megvan a Scenic felirat, benne van az első hátsó parkolóradar, de nincsen benne a parkolóasszisztens, szerintem nem is nagyon hiányzik. A csomagtartó az továbbra is igen nagy, és ebben a hagyományos ülésdöntés van benne. Egy mozdulat és sík pakoló teret kapunk. A következő felszereltségtől járna a síkba dönthető utasülés, az ebben nincsen benne. És a hátsó pad az ugye egy ilyen 2x1 osztású. És mindjárt megmutatom, hogy mekkora a hátsó lábtér, kisebb benne a hátsó lábtér, mint az előző Scenicben. Az előző Scenichez, hogyha viszonyítom, akkor ugye egyel kevesebb Isofix van benne, mert hogy az előző Scenic, a 3-as generáció, az hátul 3 darab Isofix-el rendelkezett, ebben már csak a két szélső helyen van. Hát megyek a túloldalra, jó? Kicsit szebb képet tudok majd mutatni. És azért ebben is elférek magam mögött,
Viszont azért ez a hátsó ülőlap egy kicsit rövid az ülőlapjával, a támla az elég meredek szögben áll, de egyébként itt is tologatható még az ülés, bár túl sok értelme ennek nincsen, és hát ennyire lehet szabályozni, csak akkor tudom teljesen hátra dönteni, hogyha egy kicsikét előre húzom az ülést. Nem mondanám óriásinak, de gyerekekkel ez igen, magad mögött így azért még van egy kis hely. Hát éppen, igen. Viszont van 4 darab USB csatlakozó, tehát az abban nincs hiány, van USB és szivargyújtó csatlakozó is hátul, nem, szivargyújtó nincs, csak 12 voltos. Van itt egy fiók is, ahová remekül el lehet rejteni dolgokat. Vannak padlórekeszek is, Scenic hagyomány, szintén nagyon jó arra, hogy bármit elrejtsünk, és aztán meg is feledkezzünk arról, hogy odaraktuk. Ami viszont egy kicsikét nekem nem tetszik, illetve az egész családom fel volt háborodva, hogy bár van ajtózseb, az egész az nem túl széles, és ide azt hiszem, hogy még a fél literes üveg sem állítható be, tehát olyan faramúci egy kicsikét a helyzet, mert van itt egy ilyen kialakított mélyedés, ami úgy néz ki, mintha palack tartó lenne, de igazából nem fér oda egy palack, és elő sem lehet beleállítani a fél literes palackot, hanem csak úgy elfekszik az ajtórekeszben. És ami mondjuk még nem annyira jött be, és egy kicsikét furcsa, és erre egyébként még itt figyelmeztetnék mindenkit, itt van ez a kiálló támlaállító, ez arra remek, hogy beleakadjon az ember ruhájába, tehát erre érdemes figyelni, főként annak, aki hátul ül. Aki pedig elől ül, az számoljon azzal, hogyha ez az autó az a napon parkol akár csak egy órát, akkor itt van ez az 1 méteres fekete felület, ami egy nagyon durva hősugárzó lesz. És gyakorlatilag ezt tegnap tapasztaltam is, ugye 30-34 Celsius fok volt, a klíma az utána elég nehezen küzdött meg azzal, hogy az egész utastérben lehűtse a levegőt. Tehát ezzel sajnos számolni kell, érdemes akár feltenni oda egy ilyen hővisszaverőt, ami picikét tud enyhíteni a hőségen, de leginkább árnyékba ajánlott parkolni, mert azzal azért nagyon sokat javíthatunk a helyzeten. És megkerülhetetlen a kérdés, hogy milyen az autó futása a 20-szoros kerekekkel. Kellemes, tehát... Kellemes és csöndes? Csöndes, igen, nem nagyon hallani zajt, de egyébként amit hallani, az talán inkább a lég, a szélzaj, a tükrök felől, meglepően jól szigetelt, és egyébként én nekem az a furcsa, hogy ez most nem egy facelift, hanem csak egy úgynevezett fázisváltás, amit ugye a Renault-nál megszokhattunk, hogy faceliftek között is variálnak a motorokon, de egyébként egy millió apróságon, és nekem ez az autó most sokkal inkább úgy tűnik, hogy egyben van, mint tűnt 2 évvel ezelőtt, amikor az 1.2-essel teszteltem. Ez most egy sokkal kellemesebb autó, nekem még azt is megkockáztatom, hogy csendesebbnek tűnik, ugyanakkor az téli gumival járt nálam az 1.2-es, ez pedig most nyári abroncssal, de az biztos, hogy ez most így egy szerethető autó, kellemes fogyasztás és nagyon-nagyon jól megy, 10-1 alatt ezzel a 140 lóerőssel 100-on van, ehhez egyébként már lehet rendelni az EDC váltót, emlékeim szerint ráadásul 7 fokozatúval, 500 ezer forintba kerül hozzá, jön majd hozzánk egyébként a hosszú változat, a 160 lóerőssel és az EDC váltóval, én ugyanakkor megkockáztatom, hogy lehet, hogy a 115 lóerős alapgép lesz a legjobb, el is árulom, hogy miért, mert bár ahhoz csak 220 Nm jár, ehhez ugye már 240, a 160-ashoz pedig 260. Ahogyan megyünk felfelé a teljesítményben és a nyomatékban, úgy egyre magasabb fordulaton érkezik a csúcsnyomaték. Tehát a 115-ös az már 1500-es fordulaton leadja a csúcsnyomatékát, ez 1006-on, a 160 lóerős pedig 1750-en adja a 260 Nm csúcsnyomatékát. Úgyhogy szerintem nyugodtan meg lehet venni akár a 115-össel. Ha EDC váltót szeretnénk, akkor ugye a 140-es a belépő, és már ezzel is nagyon-nagyon jól mozog. Menjünk el egy kört, ha már egy erről beszélsz. Menjünk el egy kört. És akkor megmutatom itt még azt, hogy itt
szenikes hagyomány szerint van itt egy elég nagy tároló, ami mondjuk a Szenik 2 tárolójához képest persze nagyon kicsi. Itt is van, ugye elől van egy dupla USB, valamint hátul is van, és ez a tároló még tologatható is, és úgy nyerünk még két pohár tartót, valamint itt egy rejtek rekeszt is. Számomra az a legdurvább egyébként, amit beszéltünk ugye, hogy az egy elektromos kapcsoló, amivel ezt oldod, ezt a középkonzolt konkrétan. Így van, a Szenik 2-ben is már elektromos kapcsoló oldotta ezt a középső tárolót, és egyébként nem is jellemző, hogy ez elromlana. Ami itt különleges, ugye Airlink-es a középkonzol, van légszennyezés mérőnk, ami mutatja, hogy itt most elég szennyezett a levegő, Budapesten jellemzően ezt mutatja. Hangolható a műszerfali kijelzés, tehát itt most a teljesítmény és a nyomaték érték látható, de ki tudom ide rakni ugye a navigációt, a rádiót, és így menet közben látszik, hogy éppen nagyjából mennyit használunk ki a motorból. Kellemes a futómű, nagyon-nagyon jól csillapít és nagyon stabil az autó ezekkel a 20 calos kerekekkel, tehát kellemes vele autózni. A légkondi az egyébként hangolható, hogy egy enyhe vagy gyors legyen. És Eco-ban kikapcsolja, ugye? Arra jól emlékszem? Nem kapcsolja teljesen ki, csak talán enyhíti. És egyébként, bocsánat, rögtön revidiálnom kell azt, hogy ennek gyenge a klímája, mert én Eco-ban használtam, és valóban ez megfigyelhető a Renault-nál, hogyha Eco-ban használjuk, akkor gyengébb a klímája. Tehát akkor én rögtön meg is jegyzem, és amint levettem az Eco-t, most elkezdett jobban fújni. Úgyhogy ha kevésnek érezzük egy Renault-ban a klímát, akkor gyorsan nézzük meg, hogy Eco-ban van-e. Mert ha igen, akkor valószínűleg ez az oka, és most is ez volt az oka, de persze az tény, hogy itt elől ez az óriási műanyag felület, ez egy óriási hő elnyelő és aztán hő visszaadó műanyag, úgyhogy ezzel érdemes számolni. Ugye azt kell tudni, hogy alapáron 6 fokozatú váltót kapunk, egészen jól kapcsolható, tehát tényleg ez nem igazán kritizálható, és a futómű is én azt gondolom, hogy abszolút jó, tehát de nem túl libegős. Úgyhogy én azt gondolom, hogy továbbra is megvan az, hogy ha kényelmet keresünk, akkor a Renault az igen jó választás, és a Scenic az igen jó választás. A megjelenés az pedig persze crossoveres divatos lett. A hátsó három személyesség az kicsikét áldozata lett a frissítésnek, tehát ebben hátul hárman elférni már messze nem lehet olyan jól, mint az elődökben lehetett. De azért nem rossz. De nem rossz, de az átlagnál jobb, igen. Tehát az átlagnál jobban el lehet férni hátul, azt megjegyzem. És ez a rövid verzió, ugye van a hétüléses Grand Scenic, ami még ennél is jobb. A hátsó lábterével elsősorban, de egyébként ennek az autónak is meglepően nagy a tengelytávja, és ahhoz képest, hogy ez egy 4,4 méteres autó, ahhoz képest jól el lehet benne férni. Szerintem egészen jók benne egyébként az anyagok is, tehát a bőrkormány már ebben a második felszereltségi üléskárpitokra sem panaszkodhatunk, és egészen jó tartásúak az ülések. Tehát az első üléseknek a kényelme az nagyon-nagyon jó. A hátsók azok korlátozottak, de nyilván megnézték ezt, hogy jellemzően ott úgyis gyerekülésben utaznak a csemeték. Ez kevésbé probléma. A kilátás az egyébként egészen jó az autóban. Ezt mutassuk meg, hogy ugye... Ez a dupla A-oszlop, ez azért elég jelentős szabadságérzetet ad. Így van. És ugye opcióként... Nem ez az SUV is vastag, A-oszlop fogad minket. Opcióként rendelhetünk panorámatetőt is. Szerintem egy abszolút kellemes autó. Most 6,7 liter az átlagfogyasztás. Ugye itt közben láthatunk vezetési tanácsokat is. Bocsánat, odébb állok, mert megérkeztek mögünk, és lehúzódok ki. Tehát tud nekünk segíteni vezetési tippekkel is az autó. Eco vezetési tippek, és olvasgathatunk néhány tanácsot, hogy
hogy miként vezethetünk takarékosabban. Mondjuk a 3 havonta ajánlott abroncsnyomás ellenőrzés az eléggé megengedő, én azt gondolom. Vezessen egyenletes sebességgel, kerülje a felesleges gyorsítást és fékezést. Hogyha még nem hallottunk takarékos vezetésről, akkor valóban fog tudni segíteni. És azt gondolom, hogy a folyamatos pontozás, az ugye folyamatos visszajelzés mindig egy kicsit takarékos vezetésre ösztönzi a sofőrt, nyilván azt, aki nyitott erre. Az álláról beszéltünk? Az elején elmondtam, de elmondom ismét, tehát ez a verzió, így az 140 lóerős, a TCE 140 Zen felszereltség, az 6.549.000 forint. Hogyha hozzárendeljük az autóban lévő extrákat, akkor is 7 millió alatt maradunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szegmensben egy jó ár, és mindig is ugye így volt a Scenic esetén, nyilván ez sem egy olcsó autó. Nagyjából egy 7 millió forintos autóban ülünk tehát, de hogyha kihagyunk egy-két opciós extrát, akkor ez egy 6.549.000 forintos autó. Benne van ugye alapáron már az elektromos automata rögzítőfék, a visszagurulás gátló, a Zen felszereltségnél már ugye Renault okoskártyát kapunk, mindjárt megmutatom, tehát ugye start-stopos. És itt van a kártya. És ugye ezzel, hogyha elsétálsz... Ez elég, hogyha benne van a zsebünkben, tehát elősen kell. Igen, ez egy remek kényelmi extra. Nagyon kényelmes dolog. Egyébként a lámpát azt tudjuk erről kapcsolni, a csomagtartót tudjuk nyitni, és elegendő ott hagyni az autót, és magát bezárja. Ez mennyi? 2,5 méter? 2 méter? 2,5 méter. Van az 3. És ugye, hogyha közel sétálok hozzá, akkor már felkapcsolja a LED fényeket, kihajtja a visszapillantó tükröt, de csak akkor nyit, hogyha bedugom ide a kezemet. Most nyitott. És ugye most ismét, hogyha elsétálok, akkor visszazárja magát. Egyébként fontos az is, hogy van a hátsó ajtókban is szenzor. Így van. Ezt azért érdemes elmondani, ez sajnos nem magától értetődő, akkor sem, hogyha van kulcs nélküli nyitás. És ha már itt járunk, az a modern turbomotor kapcsán fontos elmondani, hogy ez 95-ös benzinnel is nyugodtan tankolható. Míg ugye a PSA 1.2-es PureTech motorjához... Ahhoz előírt... Előírt a 98-as. 98-as, de pontosítok, ebben a régióban. Tehát hogy ebben a régióban, én úgy igen. Tudom, hogy ez a remek környékbeli üzemanyagok miatt van. De mutassuk még meg, hogy nincsen tanksapka, hanem ez a opos reteszelés van. Nem kell összekoszolni a kezünket. Igen. Ezáltal elegendő a töltőpisztoly által. És jellemzően azzal szoktuk. Így van. Nagyvonalakban ennyi a fontos információ a Scenicről. Itt zár. A LED menetfény az alapáras hozzá, a LED fényszórót azt felárért kaphatjuk meg. Most továbbra is egy nagyon kellemes utazóautó, és ez az 1.33-as motor sokkal szimpatikusabb, mint a korábbi 1.2-es volt. Jobban megy vele, takarékosabb is. Én azt gondolom, hogy akinek nem kell kifejezetten a dízel, aki nem megy nagyon hosszú távokat, az most már nyugodtan válassza ezzel. A sokat autózóknak pedig természetesen ott vannak a jól megszokott dízelek, de azoknál alsó hangon 20 km a bemelegedési táv, tehát aki egyhuzamban jellemzően kevesebb, mint 20 km-t megy, az ezzel az 1.33-assal veheti meg. Ahogyan elmondtuk, 115-140, illetve 160 lóerővel. Ez a 140 lóerős nagyon kellemesnek bizonyult, de a hosszú változatban majd megnézzük a 160 lóerőset is. Így van. Köszönjük, hogy néztetek. Úgy látom, hogy kérdés nem érkezett. Nem. De hogyha bármi felmerülne, akkor írjátok nyugodtan a videó alá, és meg fogjuk válaszolni a tesztben. Maradjatok velünk, kövessétek a Facebook oldalunkat, a YouTube csatornánkat, az Instagramunkat, iratkozzatok fel a hírlevélre, és hasonló tartalmakkal szolgálunk. Köszönjük, hogy néztetek! Igen. És az állásajánlatunk is egyébként még érvényes. Így van, van egy nyitott állás, részmunkaidős, illetve gyakornoki ajánlatunk. Igen. Sziasztok, további szép napot! Sziasztok! Bocsánat.